teremtés, a Minek kollektíva második kiállítása. A kollektíva maga, Icsu Renáta, Nagy M. Hedvig, Nagy Zopán, Sziporka Vandál. Felvetődik a kérdés, hogy mi a teremtés. A teremtés a semmiből való létrehozás. Ha tehát létezik Isten, és most legyen ez a kiinduló pontunk, akkor mindent ő hozott létre a semmiből. A művészek szintén a semmiből hozzák létre azt a valamit, amiből, ha szerencsénk van nekünk nézőknek, művészet lesz. A művészetet ki lehet lógatni a falra. Egy galéria falára, vagy ne adj Isten a piszoárok fölé a férfi mosdóba. És hát olyat is láttunk már, hogy egy piszoárból lett művészet. A kérdés az, hogy minek egyáltalán teremteni, ha egyszer úgyis elpusztul a teremtmény. Isten ezt talán nem gondolta végig rendesen. A művészek legalább hivatkozhatnak arra, hogy emberek. Az ember hibázhat, Isten nem. A kiállítást Kellner Balázs nyitja meg. Sziporka, mutatva légy szíves a résztvevőket, jó? Nagy Szopán, Icsu Renáta, Nagy M. Hedvig, és jó magam, Sziporka Vandál. Igen, és Kellner Balázs titulus nélkül kérte, hogy így legyen. Beszél a kiállításról, légy szíves. Van ez a mizéria teremtéssel, időparadoxonnal élve a teremtés kezdete óta. A valami bizonytalan, valami törés, vagy sem a teremtések genealógiájában, ahogy a teremtett a teremtővel, a teremtéssel való megrepet viszonyát rendezni igyekszik. Bevarni, vagy éppen ellenkezőleg a sérülés, mint az egyedül megragadhatót megmutatni. És persze miért ne lehetnének azok a piszoárok, kettévált korpuszok, elvetélt ecsetnyomok, soha be nem fejezett étkezések. Lakánhoz kikacsintva, bármi nem szemiózis, jelentés, konstitúció vagy ontológia kizárólag a sebesülésből, repedésből aludik és értelmeződik. Amíg Isten ex nihilo alkot, addig a teremtmény maga a semmibe tart. Mindenki igyekezzék hát nyimelni az alkotót, ha az alkó meg nem áll. Legalábbis a saját részéről biztosan nem. Isten meg persze az egyetlen himbájával tromfol rá a játékra, turnilik, hogy nem képes hibázni. Felesleges sorolni. Forduljunk inkább kicsit vissza a semmi kérdéséhez. Vajon a teremtmény mulandósága hogyan bizonyul mindehhez? A buddhizmus egyik tartóoszlopa az állandótlanság feltételezése, amennyiben minden, ami összetett, mulandó. Az állandótlanságra, mulandóságra eszmélés itt már nem a kétely forrása, éppen ellenkezőleg az üresség, mint minden potenciális fundamentuma az, ami megvalósítandó. Shuryo Suzuki zen mestertől fogok idézni, Hívni a Semmiben című kötetéből. Rájöttem arra, hogy szükséges, feltétlenül szükséges, hogy a semmiben higgyünk. Ez azt jelenti, hogy olyasmiben kell hinnünk, aminek sem formája, sem színe sincsen, olyasmiben, ami akkor is létezik, már mielőtt a forma és a szín megjelenik. Ezért szükséges, feltétlenül, hogy mindannyian higgyetek a semmiben. De ez alatt nem azt értem, hogy minden semmis. Ez semmi tulajdonképpen valami, de ez a valami olyan valami, amely mindig kész konkrét formát ölteni, és működésének van néhány szabálya, elmélete, mértéke és igazsága van a működésben. Vagy visszatérve az Istenhez és az emberhez, teremtőhöz és teremtményhez, Eckhart Mester 17. prédikációjából szeretnék egy záró taktus felolvasni. Mikor még első forrásommal léteztem, nem volt Istenem, a magam voltam forrása magamnak. Nem akartam semmit, nem vágytam semmire, mert nem kötődő lét voltam, s önmagamnak megismerője az igazság gyönyörűségében. Akkor csak magamat akartam, és semmi mást, amit akartam, az én voltam, s ami voltam, azt én akartam, s Istentől és mindentől szabadon léteztem. Mikor azonban magam szabad akaratából innen kiléptem, s teremtett lényemet megkaptam, akkor már volt Istenem, mert mielőtt a teremtmények lettek, Isten nem Isten volt, sokkal inkább volt az, ami. Mikor a teremtmények meglettek, s teremtett létüket megkapták, akkor Isten nem önmagában volt már Isten, hanem teremtményekben. Ezért kérem Istent, hogy fosszon meg Istentől, mert lényegi létem Isten fölött való, amennyiben Istent a teremtmények kezdetének tekintjük. Istennek önön létében ugyanis, ahol Isten fölött van létnek és különbözőségnek, ott én magam voltam, magamat akartam, és magamat ismertem föl, hogy ezt az embert megteremtsem. És ezért vagyok önmagam forrása a létem tekintetében, amely örök, nem keletkezésem tekintetében, amely időbeli, és ezért vagyok meg nem született, és születetlenségem mértékében nem halhatok meg soha. Születetlenségem mértékében voltam örökkön, vagyok most és leszek örökkön örökké.
Ami születettségem szerint vagyok, az meg fog halni, és semmivé fog válni, mivel halandó, ezért el kell enyésznie az idővel együtt. Az én születésemben született meg minden dolog, s én voltam forrása magamnak és minden dolognak, s ha úgy akartam volna, akkor nem lennék én sem, és nem lenne semmi mégsem, ha viszont én nem lennék, akkor nem volna Isten sem, hogy Isten, Isten, annak én vagyok a forrása, ha én nem lennék, akkor Isten nem lenne Isten. A kiállítást ezzel megnyitom, köszönöm szépen, hogy meghallgattál. A Minek kollektívát én 2016 végén találtam ki, akkor fogalmazódott meg bennem az, hogy egyedül talán kevés lennék egy galériába, viszont mindenképpen szerettem volna olyan embereket magam köré gyűjteni, akikkel úgy érzem, vagy úgy éreztem volna, hogy hogy hasonló gondolkodásúak vagyunk, hasonló köröket járunk be, és akkor találtam rá a MEASZ klubban Sziporka Vandára és Nagy Zopára, akikre egyből lecsaptam, ők pedig egyből azt mondták, hogy persze ez egy nagyon jó ötlet, és csináljuk, csináljunk közös kiállításokat, és hogyha nem is közösen alkotunk, mert ugye mindenki nálunk maga külön alkot, de a lényeg az, hogy egy-egy hívószóra, vagy egy-egy tematika köré rendezzük a kiállításainkat majd. Ebbe aztán később becsatlakozott a Halszáj Optika nevű csoport, akik különböző fotográfusok képeire írnak rövid kis prózákat, vagy akár verseket, vagy szabad verseket. És ebből végül egy nagyon nagy csapat lett. Általában velük is fel szoktunk lépni, és velük is ki szoktunk állítani. Az előző kiállításunknál is felléptek, ahol vetítéssel és szavalással, illetve felolvasással, aláfestő zenével adták elő azt, hogy az adott képre ők milyen történeteket találtak ki. Ugye az egész kiállítás a teremtésről szól. Illetve amikor kitaláltam, akkor még inkább azt gondoltam, hogy a teremtés hiába valóságáról szól az egész. És ezt próbáltam meg a képeimen és az installációmon is bemutatni, hogy az ember, amikor megteremtette Isten, akkor alapvetően nem egy tökéletes lényt hozott létre. És az ember, amit alkot, az sem lehet tökéletes. És amikor az ember eltűnik, akkor igazából csak szemetet fog maga után hagyni. Ez az ő teremtése. Egy éve találkoztam először Icsu Renát a képeivel, szintén a Halszáj Optika csoportban volt ő is alkotó, és nagyon megtetszettek az ő képei, meg az ő látásszöge. Úgy gondoltam, hogy ő is ez a fajta poszt-avangárd 80-as évekbeli világból érkezett, ami egy kicsit ilyen dárkos, sötét, melankólikusabb világ, és úgy gondoltam, hogy őt meghívom, ő legyen a negyedik tagunk. Renáta egyébként azért is csatlakozott részben, illetve azért is kértem fel őt, mert
mert én hiába én vagyok az alapító tag a kollektívában, én egy nagyon zárkózott és gátlásos személyiség vagyok, és ő is az. Úgy gondoltam, hogy a két extrovertáltabb tagunk, Sziporka és Nagy Zopán, akik szoktak performance-t is előadni, így lesz meg az egyensúly. Ez itt a Minek kollektívának a második kiállítása, ami Teremtés címen fut az Art 9 galériába. A Minek kollektív alapító tagjai Nagy M. Hedvig, Nagy Zopám, én, és hozzánk csatlakozott ebbe az évbe Icsu Renáta is, és négyünknek a alkotásai láthatóak. Zopám most sajnos nem tudott jelen lenni, úgyhogy én vagyok a magyar hangja. Azt hiszem azért őt nem kell bemutatni, író, költő, fotóművész. Sok közös találkozási pont van a munkásságunkban, főleg így az elmúlt két évben. Egyrészt egy zenei formációban is szerepeltünk együtt a Stigmatic Distractionben, illetve hasonló a gondolkodásunk bizonyos módon arról, ahogy a műfajokat próbáljuk egymásba egy kicsit átmosni. Zopán ez főleg erőteljesebben teszi a fotóköltészetnél, illetve ebbe az évben, ahogy megjelent nála a fotózene egy másik formációban, a Fixaturex térnél. Úgyhogy hogy ezek a tolódások és műfaj átmosások, ez talán egy ilyen közös pont. A másik közös pont egy ilyen kicsit, mondjuk azt, hogy fekete epés hangulat, vagy látásmód. Ezért volt az előző kiállításunknak is a közös hívószava a fekete epe. Tehát, hogy mind a ketten vonzódtuk egy kicsit az elmúlás, a sötétség, a dolgoknak a bomló oldala felé. Én ezt úgy fogalmaztam meg, pont a tavalyi harmadik ember fesztiválon szintén együtt léptünk fel egy performance keretébe, hogy köztünk monokrom testvériség van. És azt hiszem, hogy ebbe sikerült így megfogalmazni a mi kettőnk munkakapcsolatát. Fontos még, hogy az Opának most jelent meg egy regénye, a Felhőregény, idén tavasszal. Több helyen is volt bemutatója, és nagyon jó visszhangok és recenziók is jelentek meg róla. Illetve hát több éve vezető, most már meg egyik szervezője az Art Campnek, ami Jászberénybe indul mindig egy alkotódáborral, és akkor záródik egy kiállítással, és ebben jelentős szerepet tölt be az Opán is, mint szervező ember, meg ő legtöbbször, mint kiállító és fellépő is. Érdekes információ még róla, ha valaki nem tudná, hogy van egy titkos neve, az aki nem az aki. De én most elárultam, úgyhogy nem titkos. Illetve sokat publikál online folyóiratokban, Tiszatájban, az Irodalmi Elemben, Új Művészetben volt legutoljára cikke, tehát publikációk közben is találkozhatunk vele. A Minek kollektívának ez a kiállítás a teremtés témakört ölelte föl mindegyikünk részéről. Én ezt az egész falat egy alkotásként próbáltam létrehozni, amikor itt voltam, és tehát nem csak a falba gondolkoztam, hanem térbe, hogy legyen egy oltár jellege a dolgoknak, a posztamensekből alakítottam ezt ki, és hogy a kép elhelyezésnél is legyen egy olyan nem direkt szimmetria, hanem inkább ilyen érzelembe vagy harmóniába felelhető, tudatalat felelhető szimmetria, ami mondjuk a oltároknál megjelenik. És a képekbe helyeztem el azokat a tartalmakat, ami nekem a teremtés. Maga az alap pilléren mondhatjuk azt, hogy van az a két ember, aki a
az én létezésemnek az alapja, egyrészt a fiam, akit valamilyen módon én teremtettem, illetve én magam. Középen van egy, mondhatni azt, hogy nemtelen lény. Divatos szóval mondhatnánk, hogy ez egy gender figura. Abszolút úgy érzem, hogy maguk a angyaloknak van egy ilyen nemtelen vonala, ami engem nagyon izgat, és sokszor keresek olyan modellt, vagy ha találok, akkor azzal nagyon jó együtt dolgozni, ahol az arcról nem feltétlenül derül ki a nemisége, tehát hogy túlmegy ezen a dimenzión, hanem egyszerűen csak szép. Illetve fölötte kezdenek el kialakulni olyan teremtési módozatok, amik akár elmehetnek a torzulásba is. A legfőső kép az már teljes mértékben egy olyan típusú teremtés, amikor az emberek a saját testükkel játszák azt, hogy istenek, és plasztikai műtétek és mindenféle egyéb módon próbálnak egy olyan énképet kialakítani, amit helyek közel el is várnak tőlük, sugallnak számukra. És ez sokszor elmegy már egy olyan dimenzióba, amikor egy ilyen torz lény jön létre, ami mégis valamilyen módon lenyűgöző számomra, legalábbis sokszor lenyűgöző, mert egy lenyomata egy korszaknak. Vannak digitális kollázsok és analóg kollázsok, ugye itt van három analóg kollázs is, amibe ugye egyrészt megjelenik egy női alak, egy férfi alak, és szintén egy valamelyest nemtelen lény. Maga a teremtésnek az a mikéntje, hogy hol van az a határ, amikor teremtünk valamit, létrehozunk, és hol van már az az ördögi dolog, amikor Istent játszunk. Tehát, hogy inkább ezekben a kollázsokban ezt próbáltam megfogni a férfi és a női alakba is, hogy hol van benne az, amikor létrehozunk valamit, és létrejön egy szép dolog, egy ajándék az emberiségnek valamilyen módon, aki vevő rá, vagy pedig csak eljátszok azt, hogy Istennek vagyunk és pózolunk ebben. A oltár meg a teremtésnek a szimmetriája az ebben a sorozatomban jön nagyon vissza, ez a Iker sorozat, ahol olyan szinten tükröztem a modelleket, hogy elveszítsék az emberi mi voltukat. Tehát, hogy létrejöjjön egy humanoid lény, amikor még látjuk, hogy ő ember, de már ezen kívül nem jön le semmi, inkább robotszerűnek, vagy UFO-szerűnek, vagy ilyen földön kívülinek tűnik. Ebből a sorozatból van ez, ami egy ilyen nagyon nagy rendképet sugall nekem. A Bátori Zsolt kurátor úgy is jellemezte, hogy ez a rendre való vágy és a rendszerekbe való gondolkozásnak a visszatükröződése. A másik párja ennek, ami még nem ez a nagyon harmonikus humanoid irányba ment el, az a legfőső kép, ahol meg inkább létrejön az, hogy az emberbe lévő különböző személyiségek hogyan kommunikálnak egymással. Tehát ikrek, mert egyforma a két modell, de van különbség köztük, és valahogy valamilyen kommunikáció van köztük. Ezt a fajta torzulást, amikor úgy gondoljuk, hogy Istennek vagyunk, ezt két gyerek portréban megkészítettem még el ebben, ahol egy nagyon-nagyon torz viszonyt mutat meg a gyerek és a mostani felnőtt lét között, ami egyrészt adódhat abból is, hogy úgy érzem, hogy a mostani korban vagyunk a legtávolabb a gyerekeinktől, tehát ők már egy annyira más világban születtek, egy annyira más típusú gondolkodásmóddal, hogy úgy érzem, hogy ilyen nagy szakadék generációk között még nem volt, mint mondjuk a mostani gyerekek, és mondjuk akár az én korosztályom, vagy a nálam idősebb korosztály. És ezt sokszor ilyen torznak látjuk most, ami nem is feltétlenül baj, vagy lehet, hogy nekik ez az érvényesüléshez kell, de hogy van benne egy ilyen
generációs szakadék is, ami miatt ezeket a torzulásokat látjuk. Ez a másik ilyen gyerekportré. Ez a kép egyébként az egyik zenei albumomnak a borítója is lett, aminek az a címe, hogy a harmadik világháború előtt. Valahogy úgy érzi az ember, vagy én most azt úgy érzem, hogy nemzetközi szcénában is egyre népszerűbb a kollázs. Akár digitális, akár az analóg kollázs iszonyú népszerűségnek örvend. És valahogy azt érzem, hogy amikor a világ már 5 millió darabra széttört, és már annyira nem tudjuk egységbe látni azt, amit tudunk, akár tudomány, akár vallás, semmilyen szinten nem áll össze egy egységes kép, akkor elkezdünk apró darabokból összerakni valamit, hogy ilyen módon valamit egybe lássunk már. És mindig úgy érzem, hogy ez valami olyan társadalmi jelenségeket tükröz, amikor valami nagy katasztrófa előtt állunk. Tehát amikor darabokban van a világ, és nagyon sok embernek van az az igénye, hogy mégis valamit rakjunk még össze, vagy kaparjunk össze a maradékból. Az is jellemző, hogy én a kollázsoknál nagyon sokszor dolgozok talált anyagból, akár lomtalanításon utcán talált anyagból, illetve nagyon sokszor van, hogy neten letöltött képből megyek tovább. Igazából olyan szinten átalakul a kép, hogy már jártam úgy, hogy visszaküldtem a eredeti alkotónak, és nem ismert rá, kérdezte, hogy ebben hol van az övé, mert már nem ismerte föl. Igazából van, aki ezt lopásnak minősíti. Én úgy gondolom, az lenne a lopás, ha egy az egybe ugyanaz a kép lenne, de nyilván ez itt nagyon sok módozaton megy át. Inkább azt mondom, hogy az az üzenetet viszem tovább, vagy azt a gondolatot, amit ő ott megfogalmazott, és én ezt átviszem tovább. És én ezért gondolom úgy, hogy az ilyen összes alkotásom, amit kiteszek a netre, vagy letölthető akár fanzinok, zenék, azok mind szabadon felhasználhatóak. Pontosan ezért, mert nálam sem áll meg ez a folyamat, hanem azt szeretném, ha tőlem is úgy áramolna ez tovább. És ilyen szinten benne a teremtés. Tehát, hogy egymásra hatva is teremtünk. A oltárnak a közepére helyeztem ezt a földből kinövő figurát, akinek mondjuk azt, hogy egy mérlegszerű tárgy van a kezében, aminek az egyik végén mondjuk azt, hogy egy nagyon mulandó dolog van, egy csonkig égett gyertya, a másik végén meg mondjuk azt, hogy a rabságot, vagy akár a biztonságot jelképező valami kis zárt egység. Maga a figura feje be van kötve, nem lát kifele, de pontosan ebből kifolyólag lát ő sokkal pontosabban, mivel nem a szemével nézi ezt a mérleget, és nem a szerint dönt dolgokban. Nála van a megoldás kulcsa, vagy a lényegi dolgoknak a kulcsa, ami elvehető. Ez kicsit így a kafkai kulcs is, hogy ott van előtted, tehát bármikor a rendelkezésedre áll, te döntöd el, hogy mikor. Ez a kulcs visszaköszön például a fenti kompozíciónál is, abba is szerepel, illetve abba a kompozícióba is, tehát elég sok kompozícióba beleteszem ezt a kulcsot. Maga a dolgoknak a nyitja, a rejtélye, és az, hogy a szájából jön ki, tehát mondjuk azt, hogy a output egységből, tehát a kijövő egységből, és hogy a száj az a érzékszerv, ami szinte mindenre alkalmas. Tehát, hogy azon keresztül falunk fel, táplálkozunk, tehát tartjuk életben magunkat, azon keresztül tudunk mondjuk hazudni, szitkozódni, azon keresztül tudunk akár csókolni, akár harapni. Tehát, hogy az, hogy a kulcsot elveszem, egészen bizonytalan, hogy én mit fogok kapni. Tehát mondjuk azt, hogy így benyúlok a ördög szájába, és majd kiderül, hogy jártam. Az oltárnak a tetején van még két kanál, ami a fekete leves performanszomnak egy emblematikus alakja, illetve volt az antihangszer kiállításon szintén két kanál egy szöges dróttal összefogva, aminek az volt a címe, hogy háromszor egy evőkanállal, és olyan módon voltak összepasszintva a két kanál, ahogy a cigányzenészek kanalazásnál használják.
Itt a teremtésnél nekem ez úgy kapcsolódott ehhez a performanszhoz és a fekete leves performanszomhoz, hogy mennyi van még az életből hátra, illetve hogy mi vár még ránk, mi az a fekete leves, ami még vár ránk. És ez visszakapcsolódik ahhoz is, amit említettem a képnél, hogy az ember érez valami olyan rossz előjelet, vagy olyan rossz dolgokat, amit nem tud megfogalmazni, vagy megindokolni, csak úgy intuitív érzi. A két szög is párhuzamosan van a kövek között, ami talán azt lehet mondani, hogy a legcsupaszabb lényege mindennek. Tehát, hogy egy alkotásnál mindig próbálom levenni a fölösleges dolgokat. Hogyha mondjuk leveszem erről a kollázsról ezt a részt, de még mindig áll, akkor az fölösleges volt, oda nem kell. Még leveszem, és ha már nincs, amit le tudok venni, akkor érzem azt, hogy készen van, és nagyon, nagyon nyers. Installációnál ezt érzem a mostani minimumnak, tehát ami a legnyersebb, amiben benne van az a elhatározás, és az a lépés, amivel elindultam egyfajta úton, ahol az ember mondjuk azt, hogy valamilyen módon egyedül van, vagy egy bizonyos speciális kapcsolat, vagy transzcendens lényel, vagy rendel. A megnyitón létrehoztunk egy kis performance-t. Nagy M. Hedwig egy kis minikorban zenélgetett. Emese az ablakba állt és fésülködött nagyon lassan és komótosan. Én pedig előkészítettem egy fadeszkát, szögeket, és Marcel Duchampnak egy szövegét a teremtésről, kapcsolódva ugye a mostani kiállításunknak a hívószavához. Fölvagdostam ezt a teremtés szöveget kisebb egységekre, ezeket fölolvastam egyesével, és amikor kész volt ez a szövegolvasás, akkor a deszkára szegeztem úgy a szöveget, hogy alátettem egy kis szívet, úgy, mint Hédi a fotóján, és ezzel együtt szögeztem erre a falapra. És miután végig fölolvastam az összes idézetet, és létrejött egy ilyen nyers és ehetetlen kis szendvics, akkor ezt megfogtam és odavittem a üdvözlő italok mellé is letettem. Nem nagyon fogyott belőle. Ki ismeri Laza Isten? Aki ismer, haza is ment. Minek? 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 Mindenkinek? Senkinek? Minek? Minek? Marcel Duchamp, a teremtő aktus. Ténylegesen hiányzik egy szem a teremtő aktus kísérő reakciók láncolatából. Ha a művészet a médium tulajdonságaival ruházzuk föl, akkor esztétikai szinten el kell vitatnunk, hogy tudatában lenne, mit és miért tesz. Minek? Minek? A művész úgy tűnik, olyan médiumként hat, mely a téren és időn túli labirintusban keresi a letisztuláshoz vezető utat. A művész végső soron bármilyen hangosan hirdetheti zsenialitását. Meg kell várnia a néző ítéletét. Minek? Mindenkinek vagy senkinek? Minek? A művészeti folyamat egészen más aspektustől. Ha a néző is az átalakulás jelenségével kerül szembe, az élettelen anyag műalkotássá változhat.
Minek? A művész és a néző közötti átvitel hasonlatos, mely esztétikai ozmózis formájában és olyan holt anyagokon keresztül történik, mint szín, zongora, márvány. Minek? Mit minek? A művészi termék megvalósulási folyamatában a művész minden döntése a tiszta intuíción alapul. Mindenkinek. Harca a megvalósulásért, erőfeszítése, fájdalma, megnyugvások, elutasítások, döntések sora. Minek? Igazi transzszubstanció ment végbe, és a néző fontos szerepe a műalkotás súlyának meghatározására. Mindenkinek! Összegezve a művész nem az egyetlen, aki a teremtő aktust véghez viszi. Ugyanis a néző hozza létre a mű kapcsolatát a külvilággal. Minek? Az alkotási folyamat során a művész a szándéktól a megvalósulási teljes szubjektív reakciók láncolatát járja végig. Mindenképpen. Minél tökéletesebb a művész, annál jobban szétválik benne a szenvedő ember és az alkotó ész. A harc eredménye különbség a szándék és a megvalósulás között. Köszönjük szépen!